Üdvözlöm a kedves nézőket, este 7 óra van, és ha 7 óra van, akkor én itt vagyok. Tudják, megígértem, ígéret szép szó, és be is tartottam, sőt, mi több, amit reggel felkonferáltam, Kulcsár István személyesen itt van a stúdióban, és már is kezdjük vetköztetni. Szép jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hol és mikor született? Budapesten 1932-ben, mondhatom a hónapot-napot is jelentősége. Annak idején, ha az ember egy életrajzot írt, azt nem Európasznak hívták, hanem életrajznak, akkor mindig azzal kezdte, hogy ki volt az édesapja, és ki volt az édesanyja, és mit csinált. Hát akkor igen, legyünk mi is ilyen régi módiak. Kérem szépen, édesapám dr. Kulcsár István ideg- és elmeorvos volt, sőt, amikor születtem, akkor még nőgyógyász. Aki készül hogy lesz egy nőgyógyászból elmeorvos? Ezt sajnos tőle kellett volna megkérdezni. És nem kérdezte meg tőle? Nem. Igen. Tehát szüleim elváltak, amikor én 4 éves voltam. Apám 1950-ben a második feleségével és a öcsémmel, a féltestvéremmel együtt Izraelbe aliázott, és ott működött a továbbiakban közre, mint kórházigazgató, mint egyetemi tanár, és mint ebben tett szert szakmailag legalábbis világhírnévre az Eichmann Pernek a elmeszakértője volt, tehát ő... Nem a nőgyógyász, hanem az elmeszakértője. Igen, Eichmannhoz nem kellett nőgyógyász, ezzel szemben el kellett készíteni egy olyan elmeszakértői véleményt, miszerint beszámítható. Az az elítélhető. Az az elítélhető. Na, ezt végezte apám, és ebben kapcsolatban az elég sokat írtak róla. Édesanyámat Fazekas Annának hívták, aki a születésemkor gyógytornász volt. A háború után írni kezdett hivatásosan, talán a kedves nézők emlékeznek az öreg néne Őzikéjére, ami jó néhány nemzedék fölnőtt, ezt édesanyám írta, és a Móra kiadónak volt az ifjúsági kiadónak az igazgatója. Hogy lett magából újságíró? Én mindig az akartam lenni. Tehát apám mondta, hogy nekem újságírónak kell lennem, de nem presszionált fel egyáltalán. Nekem ez mindig kedvem volt. 6 éves koromban szerkesztettem az első újságomat, írógépen írt újságot. Erika. Akkor még Erika nem volt, akkor biztos Olimpia vagy valamilyen, Remingtonon. Valami nagyobb Remington, még táskagépek se nagyon voltak. Azután, amikor Sárospatakra jártam gimnáziumba, ott szerkesztettünk egy nyomtatott diáklapot. Azután elkezdtem dolgozni különböző ifjúsági és nem ifjúsági lapokba, tehát például a Nőklapja elődjébe, az Asszonyokba írtam. 15 éves voltam akkor, aztán ugrattak is engem eleget, hogy te az Asszonyoknak dolgozol, és ezért pénzt kapsz. Tehát sok magyarul azt akarták mondani, hogy dzsigoló, csak akkor nem mondták mi ki ezt a fogalmat. Édesanyja férhez ment újból? Nem. Tehát édeskettesben maradt a mamával. Igen. Azokban az években, mondjuk amikor a papa az új feleséggel és féltestvérével a zsidó államba költözött, még voltak kapcsolatok, aztán ezek a kapcsolatok megszűntek. Milyenek voltak 67 után a kapcsolatok édesapjával? Hát még azért kezdeném azzal, hogy 1965-ben, amikor még lehetett, én ott voltam nála látogatóba, ő körbevitt engem az egész országban, tehát ő más kérdés az, hogy az ország nem pont olyan volt, mert hiszen Jeruzsálem közepén még ott volt a fal, ha nem is olyan értelemben, de hát például az Óváros ugye az jordániai kézen volt. Azután 65 után... Annak ellenére, hogy az ENSZ nem így rendelkezett annak idején. Annak ellenére, hogy az ENSZ nem így rendelkezett, nyilván az ENSZ úgy rendelkezett, hogy Jeruzsálem az a palesztin, a zsidóké és a palesztinoké közös. Akkor még nem voltak palesztinok, hanem az araboké. Azok arabok. A palesztinok, meg ezek a palesztinok, nem ugyanazok a palesztinok. Nem, világos. Mondom én egy külpolitikai szakújságírónak, csak érdemes helyére tenni, hisz a zsidók Palesztináról beszéltek, és nem arapat palesztiniaira gondoltak. Ha már itt tartunk, Ben Gurion azt mondta, hogy vannak palesztin arabok, és vannak palesztin zsidók. Ez a helyes megfogalmazás. Más fogalom. Na mindegy.
A kérdés nem erre érdekes az átkosba ezeket a határozott mondatokat soha nem hallottam öntől, meg nagyon lehet, hogy nem is kérdezték. Soha nem azért foglalkoztam Közel-Kelettel, mint újságíró. Ennek mi volt az oka? És utána ugorjunk vissza az édesapjára. Az egyszerűen az, hogy nem lehet mindennel foglalkozni. Én nekem a szakterületem a Szovjetunió volt, illetve Kelet-Európa, úgynevezett szocialista országok, illetve később az Egyesült Államok, majd biztonságpolitikai kérdések. Ez volt a szakterületem. Tehát... Most leleplezzük akkor magát, jó? Jó. Ez Európa első zsidó közösségi televíziója, és Magyarországon is az első Igen. zsidó közösségi televízió. Itt nem lehet cigányozni, nem lehet zsidózni, maximum felzsidózni lehet, akkor most Igen. lerántjuk magáról a leplet, ugyan mindenki tudta, hogy ön eredetileg zsidó származású, Igen. ezt túl is lehet élni, van akik szeretik, van akik nem. Én sokáig nem értettem, hogy miért nem foglalkozik Izraellel, hisz amikor úgy rákérdeztem, akkor láttam, hogy abszolút büfé, tehát otthon van a kérdésbe. Ez egy elhatározás volt, visszatérve előző kérdésemre, nem engedem, hogy megfutamodjon a kérdés elő, hogy a világnak éppen elég részével foglalkozom, és nem akarom megbántani apámnak a választott hazáját sem, vagy... Így alakult. Tehát én nem foglalkoztam Távol-Kelettel, nem foglalkoztam Kínával, Japánnal, nem foglalkoztam Dél-Amerikával. Mondom, az embernek bizonyos területekkel kell foglalkozni. Engem érdekelt, hogy mi történik Izraelben. Jártam ott, testvérem ott élt, akkor még édesapám élt, de szakmai szempontból nem foglalkoztam vele. Érdekes, az orosz zsidókról mindig tudott mondani, hogyha kérdezte az ember, mert hogy azok ott voltak. Akkor menjünk tovább. Elment látogatóba édesapjához. Igen. Még fiatal volt, de már akkor újságíró. Javában. Milyen érzés volt? Gondolt egy pillanatra, hogy ott marad? Nem, meg se fordult a fejemben. Milyen volt a múlt rendszerekben egy kiemelt újságírónak lenni? Mi volt, ami jó volt, és mi volt, ami rossz volt? Hát kérem szépen, kezdjük azzal, hogy én nem éreztem magam soha kiemelt újságírónak, soha semmiféle, a legmagasabb rangom, ami volt a rovatvezető, helyettes. Tehát nem voltam se rovatvezető, se főszerkesztő helyettes. De miért nem határozottan többet tud? Utálok szembe dicsérni, de sajnos a főnökeinél is sokkal többet tudott mindig. Először is, és mindenek előtt magyarul tudott. Habár akkoriban mindenki tudott magyarul általában a Magyar Rádióban. Igen. Válaszolok a kérdésre. Volt egy nagyon kicsi főnöki beosztásom, tehát mondtam, hogy rovatvezető helyettes, a rádió hírszerkesztőségében 8 évig úgynevezett turnusvezető voltam. Tehát az azt jelenti, hogy abban a 6 órában vagy 8 órában, amikor a turnus vezettem, akkor egy külpolitikai szerkesztő, egy belpolitikai szerkesztő, és esetleg még egy rádiófigyelő volt az, akinek a munkáját kvázi irányítottam. Na most én akkor rájöttem arra, hogy én nem vagyok jó főnök, nem tudok rendesen kijönni az emberekkel, vagy bennem van a hiba, vagy bennük, és később... Ennek is azt miért nem vettem észre soha? Voltam én a főnöke? Nem. Na ugye. Úgyhogy amikor én hazajöttem Moszkvából a második kiküldetésem után, 1973-ban, akkor... Ez egy szép év volt, én akkor diszidáltam. Igen. Akkor a főszerkesztőm megkeresett, hogy vállaljam el a hírszerkesztőség vezetését. És azt kategórikusan azt mondtam, hogy nem. Álljunk meg egy pillanatra Moszkvánál, hisz egy nagy küldetés volt. Ember közelbe hozta az akkori Szovjetuniót nekünk, akik itt éltünk. Megjelent akkor azon az egy képernyőn, ami volt, hétfő kivételével, és én mindig magát akartam utánozni. Most már férfiasan bevallhatom. Úgy a Szabad Európába eltöltött éveim, mint később az izraeli rádió, izraeli televízióban, aki elmeséli, hogy miről van szó és mi történik. Pontosan erről van szó. Tehát én mindig abból indultam ki, az embernek nyilván a politikai eseményekről be kellett számolnia, de hát én abból indultam ki, hogy azért nem ez az elsődleges munkám, mert ott van a TASZ, ott van az MTI, adják ők a híreket.
Én igyekeztem mindig az országról, az emberekről beszélni, nagyon sokat utaztam. Én jártam a Szovjetuniónak mind a 15 köztársaságában, tehát jártam az európaiakban, jártam a Kaukázuson túl, jártam Közép-Ázsiában, voltam Szibériában, még az északi sarkra is eljutottam egy szovjet kutatóállomásra, amelyik egy jégtáblán működött. Én amikor mentem valahova, mindig az emberek érdekeltek, mindig megkerestem a helyi vallási vezetőt. Tehát én Moszkvában a patriárkáig ugyan nem jutottam el, de a második emberig, metropolitáig igen. Amikor... Mesztes a patriárka lett. Amikor Közép-Ázsiában, Taskentben megkerestem a főmuftit, Kárpátalján megkerestem a magyar református püspököt, mondjuk abból indultam ki, hogy ők tudják azt, hogy az embereket mi érdekli, mi foglalkoztatja, egyébként Amerikában ugyanezt csináltam. Egy TASZ munkatársa azt nyilatkozta egyszer önről, hogy pofátlanul többet tud a Szovjetunióról, mint egy szovjet állampolgár. Ezt először hallom, ki volt ez az ember? Azt az ember, egy újságíró nem adja föl az információit. Igen, jó, minden esetre ez, hogy hívják, ez megtisztelő, tehát nem azért kérdem. Ő ezt tényként mondta, hogy én később ismerkedtem meg, idősebb napjaiban, amikor már Izraelbe kivándorolt a 70-es évek közepén. És mondta, szovjet újságíró. És a TASZ-nak vezető munkatársa volt, és azt mondta, hogy volt itt egy, ő így mondta, volt itt egy magyar zsidó, aki többet tudott rólunk, mint mi. Ez annak köszönhető, hogy tényleg bejárta az egész Szovjetuniót? Biztosan, biztosan annak is, és rengeteg ismerősöm, barátom volt, akit meséltek hétköznapi dolgokról, tehát olyanról, amire az ember az újságban nem olvashatott. Hogy fogadták az akkori Magyar Rádió, Magyar Televízió kiküldött munkatársát Moszkvában mondjuk a politikusok, ha ön valaki ez interjút kért? Kérem szépen, nem volt akkor szokás fejesekhez menni hivatalos interjúra, de egy fogadáson el lehetett kapni, mit tudom én, kit még Hruscsovig bezárólag is. Nagyon jó, ez még az első moszkvai kiküldetésem alatt, ugye nagy fogadások voltak a Kremlben, és oda lehetett menni, hát az újságírók körülvették Hruscsovot, Hruscsov szeretett mesélni. És akkor ilyen értelemben, de mondjuk olyan, hogy én interjút készítettem volna Brezsnyevvel, vagy tudom is én kivel, ilyen nem volt, nem adtak ők interjút senkinek, vagy jóformán senkinek. Egy ilyen moszkvai aranyéletre nem egyedül ment, hanem feleséges, ki az ön felesége? Kérem szépen, a mostani feleségemre kíváncsi, vagy arra kíváncsi? Az összesre. Hú, az sok lesz. Halljuk. Kezdjük a leltárt az elsővel. Vele hova járt? Az első feleségem orosz nő volt, meghalt később, a legnagyobb lányom az abból a házasságomból való, az első kiküldetésemben vele voltam. De itt vett el Magyarországon? Nem, ott vettem el. Művészettörténész. És tőle tanult meg oroszul? Nem, én a Szovjetunióban jártam egyetemre, tehát én még akkor ismerkedtem meg. Mert később tértünk volna vissza, igen. Úgyhogy amikor kérdezte, hogy mit tudtam az országról, hát ezért voltak nekem a kapcsolataim, mert aki egyetemen barátom volt, ugye, évfolyamtársak voltunk kollégiumban, egy szobában, az élet sűrűjében volt, tehát ahova mentem vidéken, minden vidéken, mindenütt találkoztam. Ezt nevezik élőbe való szerkesztésnek, akkor most a feleségeket hátrahagyom, igen, majd elővesszük őket újból. Leérettségizett, hol érettségizett le? Sárospatakon. Nem. Ha nem? Sehol. Sehol. Igen. Hogy ment egyetemre, ha nincs érettségije? Kérem szépen, én 1949 őszén, amikor a gimnázium utolsó évfolyamát elkezdtem, láttam, hogy ennek rettenetes következménye lesz, mert olyan hülye voltam a matematikából, fizikából, hogy elmondani nem tudom. És akkor hallottam, hogy az egyetem orosz szakára, amiből később a Lenin intézetet csinálták, fölvesznek az meg hagyományos szakérettségiseket, mert a szakérettségi az papíron jogilag megfelelt az érettségének. De olyanokat, akik hat elemiük volt. Azokhoz képest én Jani voltam, úgyhogy ott fölvettek engem. Tehát mi, amikor a társaim érettségiztek, akkor én az első évfolyamon már itt Budapesten az egyetemen túl voltam. Úgyhogy nem vagyok párbaj
képes, miután csak az párbaj képes, aki érettségizett. Igazi egyetemet végeztem, megpróbáltak rábeszélni, írjak doktori disszertációt, de mondom, érettségim az nincsen. Az itteni első év után akkor következett a Szovjetunió? Igen. És ott mit tanult? Újságírást. Hány évig tartott ez a... 5. Tehát rendes egyetemi végzettség, ez az, ami amerikai értelemben az MA, Master of Arts, tehát a mesterfokozat magyarul. Akkor most már értem én, hogy ez a taszos úri ember miért mondta azt, hisz ott megtanulta az orosz történelmet, sőt az irodalommal is foglalkozott. Igen, pontosan. De tanultunk mi az én világon minden egyebet, diplomácia történetet, sajtótörténetet, gazdaság, földrajzot, filozófiát. Szóval akkor ez lehet, hogy én azt hittem, hogy ez mind genetikai önnél, ez a sok mindenhez való értés, de ezek szerint a szovjet felsőoktatás vívmányai, és akkor most gyerünk vissza a feleségekhez. Igen. Ezt az orosz hölgyet hol sikerült megismerni? A Leningrádi Egyetemen, ő ott volt művészettörténész, művészettörténben aspiráns. Tehát mai kifejezéssel doktorandusz, abban az évben, amikor én végeztem az egyetemet. És első látás, szerelem feleségül vette, és született egy lányuk, majd mi történt? Jött az Antant? Nem, hát ez egy nagyon hosszú történet. Maradjunk annyiban... Személyes dologban nem szeretnénk övön alul menni, igen, elváltak. Jó. Igen, aztán ő meghalt hamarosan, úgyhogy... Aláfasalom. A második... De, és mi lett közös gyermekükből? A közös gyermek, elsőszülött leányából? Elsőszülött leányom az habilitált docens Szegeden, régész. És gondolom már ő tőle akár nagypapa is lehet. Lehetnék, de nem vagyok tőle nagypapa. Van egyébként 7 unokám, de az egyéb gyermekeimtől van. Ezek a gyermekek abból a házasságból születtek Moszkvában, amikor a második kiküldetésben voltam. Akkor egy... Minden út Moszkvába vezet. Igen, hát... Nem krimit kellett volna, hanem egy életregényt írni erről, a krimihez is elérünk. Kérek, ha regényt nem is, azért én a Kartársak és Kortársak című könyvben eleget írtam az életemről, a akkori szovjet állapotokról írtam a Távol Európától című könyvemben, írtam a Szexmentes övezet című könyvben, úgyhogy... Ezek a könyvek, kedves nézőim, ma még ha máshol nem, de az antikváriumban meglelhetők, de ha nem, akkor próbálják az interneten utolérni. Én mondom, hogy élvezetesek. Akkor Moszkvában vagyunk, második kiküldetés, újabb feleség. Igen. A feleségem akkor végezte kint az egyetemet, tőlem függetlenül került ki, vegyészmérnök volt, azután ott volt aspirantúrán. Tehát ő egy magyar származású. Igen, igen, és abból a házasságból van 4 gyermekem, aztán a feleségem meghalt. Mit csinálnak ezek a gyerekek? Egyet már tudunk, hogy régész. Igen. Mi van a másik 3-mal? A következővel most próbáltam beszélni telefonon, de úgy látszik, nagyon el van foglalva. Ezt tessék hozzászokni, nekem is időnként azt mondják, abban most nem tudok beszélni. Ez egy nemzetközi fordító iroda, nem tudom most éppen kié, mert eredetileg amerikai volt, aztán azt hiszem angol vagy német, szóval gyakorlatilag úgy történik, hogy mondjuk egy norvég tudós ír egy biológiai tanulmányt, amit le kell fordítani, milyen nyelven beszélnek a Fülöp-szigeteken? Malgas, összecserélem, arra a nyelvre. És akkor ő az, aki megszervezi, megtalálja a fordítót, a szaklektort hozzá. Tehát ő telefonban, nemzetközi telefonban és Skype-ban ül egész nap. Tehát akkor ő az, akinek nem volt ideje beszélni. Természetesen a néző kedvéért ugye elmondjuk, hogy nem az Ádám fiamról van szó, akit önök ismernek a képernyőről, aki 14 nyelven beszél, és nem az ő fordító irodájáról, csak hogy tisztában legyenek. Az én lányomnak csak 4 felsőfokú nyelvvizsgája van, 14 nincsen. Ádámnak 14, ilyenek a Jeruzsálembe született gyerekek. Igen. És túl vagyunk a 2 gyereken, mit csinál, igen, a 3.
A harmadik az Egyesült Államokban él, Orlandóban, most éppen itthon van az unokámmal. Őtől leraboltuk most el. Ő egy olyan, erre se tudok egy szóval válaszolni, mit csinál, egy olyan cég, amelyik nemzetközi konferenciákhoz, szállodákba szállítja az akusztikai, meg az egész berendezést. Mit csinál a negyedik? A negyedik az a fiam, aki informatikus mérnök, és remélem nem mondok marhasságot, a British Telecomnál dolgozik, de itt Budapesten, és a legkisebb lányom az fejvadász. Ugye mi az? Persze, hogy tudom. Jó. Túlképzett embereknek munkahelyet talál, illetve túlképzett embereket keres megrendelésre. Igen, igen, ez a foglalkozása. De most is van felesége. Most is van feleségem, igen. Ő kicsoda? Őt úgy hívják, hogy Péteri Teréz, újságíró, gyerekkönyvet írt, és nagyon köztünk szólva nyugállományú rendőr alezredes. Értik? És ő hogy jön ki a kész unokákkal és gyerekekkel? Ő kiválóan jön ki, neki is, el ne felejtsem, azért közösen 6 gyerekünk van. Tehát ő neki van egy lánya első házasságából, aki szintén az Egyesült Államokban él, mégpedig Rochesterben, ez New York állami északi részén van egy elég nagy város, amelyik arról nevezetes, hogy a Kodak gyára, amíg tönkre nem ment, addig ott működött. Hát akkor egész évi nyugdíjuk nem elegendő a repülőjegyekre, amit el kellene, hogy fogyasszanak. Hát nem egészen, mert igen, szóval azért nem járunk évente ide és oda is. Orlandóban voltunk egy pár éve, tavaly voltunk a feleségem lányának az esküvőjén Rochesterben. Elég kalandos úton New Yorkig repültünk, viszonylag olcsó, viszonylag persze, ahonnan vonattal mentünk, és én 5 évig dolgoztam az Egyesült Államokban, de én nem tudtam, hogy ilyen pocsék az amerikai vasút. Szóval a MÁV zsebre dughatja. Úgy tessék elképzelni, hogy egy 5,5 órás, 6 órás úton elkésett a vonat 2 órát. Visszafelé másfelett. Majdnem lemaradtunk a repülőgépről. Járt ön már Indiába? Kipróbálta már az indiai vasutat? Elnézést azért. Van egy kis különbség az Egyesült Államok és India technikája és civilizációja között. Ha, jó. Úgyhogy ez erősen meglepett. Amikor legközelebb megyünk oda, akkor Torontóba fogunk repülni, és oda a leányzó értünk jön autóval, ami onnan 2 óra. És útközben megnézik a Niagara vízesést. Azt megnéztük már most is. Minden esetre, hogy műsorunk még szebb és még érdekesebb legyen, rövid kétmondatos élmény, megérkeztem a JFK-re, ott probléma volt, mert én színvak vagyok, és nem azzal a színű tollal töltöttem ki, ami ki volt írva. Mondták, hogy biztos analfabéta vagyok, nem tudom elolvasni, mondtam, nem színvak vagyok, bocsánat kértek. Elvittek, külön foglaljak helyet, és első meglepetésem és benyomásom volt az amerikaiakról, hogy a kis sárgarépa, ami egy nejlonzacskóba volt, rá volt írva angolul, hogy fogyasztás előtt a nejlon eltávolítandó. És akkor nem értettem, hogy vagy én vagyok hülye, vagy ők néznek engem hülyének. Nem, ők szeretnek mindenben biztosak lenni. Tehát mondjuk, ahol egyirányú egy utca, ugye nálunk egyszer mutatják, hogy van egy kresztábla. Igen, de ők ki is írják. Hát mert gondolják, hogy lehet valaki nem ismeri, biztos, ami biztos. Biztos, ami biztos, igen. A Szovjetuniót majdnem kivégeztük, jól érezte ott magát? Jól. Mondtam, rengeteg barátom volt, nagyon sokat utaztam, nagyon élveztem. A szovjetek örültek annak, hogy most nem a taszos barátomra gondolok, hogy ön ennyire jól értesült? Nem hiszem, hogy ebből lett volna valahol is probléma, nem emlékszem ilyenre. Ugyanilyen sikeres volt Amerikában, és azt én már nem tudtam követni. Hát az a kérdés... Arról lemaradtam. Az a kérdés, hogy mit nevezünk sikeresnek. Mondjuk azt, hogy a két szovjet kiküldetés az jól sikerült. Én azt hiszem, hogy... Jó döntés volt. Én azt hiszem, hogy az amerikai is. Én jól éreztem magam Amerikában. Nagyon sokat utaztam ott is, tehát
az előbb elmondtam, hogy voltam mind a 15 szovjet köztársaságban, itt az 50 állam közül 25-ben voltam, de még voltam olyan távoli amerikai külbirtokokon is, mint amerikai Virgin-szigetek, mint Puerto Rico, mint amerikai Samoa, mint Guam. Tehát rengeteget utaztam, nagyon sok élményt szereztem, erről írtam két könyvet, és ha szabad kérdez, azt mondja, hogy sikeres, az egyik könyv ezek közül 195 ezer példányban kelt el. Fantasztikus. Most nem akarom bántani, de ez a könyv nem fog 195 ezer példányba. Ez egy termék megjelentést kéne, hogy kírjuk a képernyőre, de hát kulcsár az nem termék, de tulajdonképpen termék, mert ugye az, hogy gyilkosság a Magyar Rádióban, ebből, hogyha letakarom a gyilkosságot, akkor Kulcsár István a Magyar Rádióban, ez már egy termék. Igen, nem? Rosszabb, hogyha a Magyar Rádiót takarja le, akkor az össze Kulcsár István gyilkosság, szóval ezt azért ne csináljuk. Úgyhogy 109. A másik könyvem a Utazás átlag Amerikában, ez volt a címe, az szerint 45 ezer példányban. Ma már természetesen nincsenek ilyen példányszámok. Hányba tért vissza Amerikából? 83-ban. Mit szólt a szeptemberi eseményekhez, 2001-es szeptemberi eseményekhez Amerikában? Hát egészen elborzasztó, hát mit szóljon az ember, nem véletlenül benn voltam a Magyar Rádióban, és éppen néztük a televíziót, és amikor a repülőgép, a terroristák által vezérelt repülőgép becsapódott a Világkereskedelmi Központ tornyába, én azt hittem, hogy ez valami tévedés. És amikor a második becsapódott, azt hittem, hogy ismétlik az első felvételt, szóval ez valami egészen hihetetlen volt. Mit okozhatott ez az amerikai társadalomnak? Hisz ön abban az Amerikában járt, ahol az embereknek még egy ID-juk sem nagyon volt, volt egy jogosítványuk talán. Ma is csak az van. Személyi igazolvány nincs az Egyesült Államokban. Igen, de ma már kell, hogy mindenféle papírjaik legyenek, mindenhol igazoltatnak, rendőrök vannak. Annyira, most hadd mondjam el, hogy az IDS személyi igazolványt jelent, pontosabban igazolványt jelent. Van annyira a jogosítvány az igazolvány, hogy miután ma már kérnek mindenütt méghozzá fényképest, annak az én amerikai jogosítványom még nem volt fényképes. Tehát van olyan jogosítvány, amire rá van írva, hogy gépkocsi vezetésre nem jogosít. Jogosítvány. Tudnélik, ez a személy igazolványa. Azóta járt már újból Amerikában. Mi különbséget, milyen hatással lett tulajdonképpen Amerikára ez az új világ, ez a terrortámadás? Hát, teljesen megrázta az amerikaiakat. Itt-ott kisebb terrorcselekmények előtte is voltak, de az, hogy tömegesen elérheti őket a terror. Szóval Amerika ez bizonyos értelemben zárt világ. Igen. Kérem? Lehet, hogy fölébredtek, és végre megértették, hogy mi az a terror? Biztosan, egész nyilvánvalóan. Bár igen, annak ellenére, hogy óriási területek vannak, ahol egy fia potenciális terrorista nem él, vidék, egyáltalán Amerika az nem nagyvárosokból. Bízunk benne, hogy következő kérdésemre a válaszol nem fogják kitiltani Amerikából, ott sem lehet tudni, hogy lehet, hogy ott is Orwell következik. Mi a különbség a korábbi amerikai elnökök és a mostaniak között azóta, amióta már nem hivatalosan járt ott, hanem csak magánlátogatáson? Hát, ha jól értem, akkor a kérdés Trumpra vonatkozik. Bingo. Igen. Hát kérem szépen, ilyen még nem volt. Teljesen kiszámíthatatlan. Szóval én nekem az az érzésem, na hagyjuk az érzéseket, szóval ilyen elnök még nem volt, maradjunk ennyiben, bármi kitelik. Mit csinált volna, mint tudósító? Most visszamenőleg kinevezem. Ön a Magyar Rádió, Magyar Televízió és a Távirati Iroda. Távirati Iroda tudósítója nem voltam. Én most azt is odaadom magának. Köszönöm maga szépen. Egy zseni, minden belefér. Kérdez valamit a hadügyminiszter, ott nem honvéd, hadügyminiszter. Védelmi miniszter. Ja, legyen védelmi. Secretary of Defense. Oké. Én megszoktam, hogy Izraelben van védelmi miniszter, nálam mindenhol máshol hadügyminiszter van. Azt szoktam hangsúlyozni, hogy mert hogy ennek a szónak
nagy értéke is van, mint azt nézőink is tudják. Egész más mond, mint a külügyminiszter, vagy mint az amerikai elnök. Például itt van ez az öbölmenti cicáskodás. Igen. Ez elképzelhető lett volna régen? Nem. Nem egyszer elképzelhető. Ott kezdődött, jött egy elnök, ugye, és felállította a maga apparátusát, a maga embereit. A konyhából, mint Golda Meir, igen. A konyhából, nem feltétlenül, de olyan embereket állítottak posztokra, akik esetleg azzal a területtel nem foglalkoztak korábban, katonák voltak például külügyminiszterek. Vagy a General Motorsnak az elnöke, honvédelmi miniszter. Ugye emberek is tudták, hogy hogyan mozog a világ, mi mozgatja őket. Kucsáról azt akarja mondani, hogy ez egy helyes megoldás volt, hogy amerikai egyetemi tanárok, professzorok átmentek, átsétáltak a külügybe és az apparátusba, majd ha rendszerváltozás volt, illetve új elnök jött, akkor visszamentek az egyetemekre. Igen, ezt én nagyon-nagyon jónak tartom. Nagyon jó, miért ne? Ha mondjuk egy olyan valaki, olyan egyetemi tanárból csinálnak elnöki tanácsadót, aki egy nemzetbiztonsági kérdésekkel foglalkozott addig az egyetemen, az legalább ért is hozzá, és friss szemmel érkezik a Fehérházba. És fordítva, ilyen ember visszakerül az egyetemre, akkor aztán végképp mindent tud. Kiváló professzor. Ez szerintem nagyon jó. Ma reggel információk szerint a Fehérház tanácsadói között van 38 betöltetlen tanácsadói állás, mert azt mondja az elnök, hogy neki nem kell. Ez a baj. Elnököknek mindig voltak. Természetesen, de hát az egész semmi nincs betöltve. A külügyminisztériumban ott vannak végig betöltetlenül az állások, tehát amikor arról van szó, hogy egyik vagy másik országban, vagy valamilyen eseménnyel kapcsolatban hogy foglaljanak állást, egyszerűen nincs hozzáértő ember, aki csinálja. Kedves nézőim, most jön a bizonyíték arra, hogy 24 óra még a Kulcsárnak sem elegendő, hisz arra próbáltam rávezetni önöket, hogy Kulcsár abszolút be van olvasva, tehát tudja, hogy mi történik Amerikában. Most akkor nézzük meg, hogy tudja, hogy a volt Szovjetunióban, Oroszországban mi van. Kiket tartóztattak le az elmúlt héten Oroszországban? Kérem szépen, kifejezetten ilyen egy letartóztatás, vagy őrizetbevétel, ez az Alekszej Navalnyi volt. Többieket előállították, kaptak 5 napot, hogy mondjam csak, most nem menjünk bele, hogy miért, hogyan. Mennyit alszik naponta? Kérem? Mennyit alszik naponta? Én? Igen. Sokkal többet, mint kellene. Nekem az alvásigényem 9,5-10 óra. Olyvé, de hát akkor hogy tudja beolvasni magát mindebbe? Szerintem naponta legalább 5-6 órát eltölt a kompjúter mellett. Ne, igen, de annak a fele azért privát levelezés, írok magam, cikkeket írok, tehát az is a kompjúter mellett van. Azért én nem foglalkozom, mint egy sokkal szűkebb terület, tehát tényleg csak azokat a dolgokat nézem, amivel foglalkozom, amiről cikket írok, éppen azért, mert mindenre nem tudom. Hol publikál napjainkban? Például a 168 óra című heti lapban. Hogy érzi magát a 168 óra heti lapban? A maga cikke... ott külsős. Külsős vagyok, és nem voltam... Mennyivel tartoznak magának? Fillérrel se fizetnek. Keveset, de fizetnek. Tehát, hogy érzem magam a heti lapban, kérem szépen, én abban a szerkesztőségben fizikailag 2 éve vagy 3 éve nem voltam. Fölhívom telefonon az illetékes, mondom, hogy van egy ilyen témám, azt mondja, hogy írd meg, megírom, elküldöm interneten, közlik a cikket, és hogy az önkérdésére válaszoljuk, következő hónapban megérkezik a bankszámlára, igen. Mennyivel több ideje lett volna az átkosba, hogyha ilyen technikával rendelkezett volna a világ? Ó, hát ez óriási dolog, ugye én nekem mondjuk, amikor én New Yorkban dolgoztam, én nekem a hírügynökségi anyagok telexen nem jöttek. Tehát ha én tudni akartam, hogy mi történik Amerikában, akkor nekem szigorúan minden este oda kellett ülnöm fél 8-kor és megnéznem valamelyik tévéhíradót. Nem volt a rádiónak és a tévének pénze a hírügynökségekre előfizetni? Nagyon nagy pénz volt. Nagyon nagy pénz. Aki Washingtonban dolgozott, azt hiszem az MTI-s kollégának jött, mert csere alapon, vagy benne a külügyminisztériumban tudta nézni. Nem. Hol becsülték jobban meg magát a vendéglátók
a Szovjetunióban vagy Amerikában? Nehéz párhuzamot vonni. Nehéz párhuzamot vonni, nem panaszkodhatom. Kinek van nagyobb respektje egy külföldi tudósnak? Abár a Szovjetunióban maga már majdnem belföldinek számít. Kérem szépen, az a kérdés, hogy kit képvisel az a külföldi tudósító? Hadd mondjak el egy konkrét példát. Amerikában egy szenátortól se tudtam interjút kapni, de nem ér rá. A szenátor akkor ad interjút. Akar valamit. Ő egy kis vidéki amerikai lapnak is ad, mert ott neki választói vannak. De azt, hogy Magyarországon őt. Konkrét példa. A Le Monde a világ egyik legtekintélyesebb újságja. A Le Monde New York-i tudósító nőjével, jóba voltunk, összejártunk családilag, és ugyanarra panaszkodott, mint én. Nem érdekli az amerikai, hogyha a szenátort azt, hogy ez a Le Monde, vagy a Neue Zürcher Zeitung a világ egyik legtekintélyesebb újságjának egyike kér interjút. Hány amerikai szavazó olvassa Le Monde-ot? Szósz, ennyi. És ez bántotta magát? Nem bántott, csak egy picit mondjuk zavart, mert az ember szereti felmutatni, hogy ezzel csináltam interjút, azzal csináltam interjút. Hát én művészekkel csináltam, nagyon jeles művészekkel, nagyon sokat. Egyházi vezetőkkel, polgármesterekkel, legkülönfélebb emberekkel, nem a nagy politikusokkal, senkivel az. Hát jaj, mennyivel más Izrael. Én mind a Szabad Európa Rádió munkatársa, vagy mind a Rádió Bridge, vagy akár mind a Kossuth Rádió, vagy akár mind az MTI munkatársa, még a miniszterelnöki pullokban is benne voltam. Ez személyiségtől is fontos, hogy hogy tálalja az ember. Fontos. Azon kívül azért Szabad Európa azért az nyilván Izrael számára fontos volt. Igen. Na, erről van szó. Sok-sok könyvet írt, pedig szereti a természetet és a fákat. Ezek a könyvek megjelentek e-könyv formájában is? Tudomásom szerint nem. Legújabb elkövetése egy krimi. Kinek ajánlja ezt a könyvet? Annak, aki szeret olvasni, szeret. Mutassuk meg a könyvet, jó? Mutassuk meg a könyvnek. Ez az ön képernyő, kamerája. Igen, na most látszik. Az a címe, hogy Gyilkosság a Magyar Rádióban, most jelent meg a múlt héten ünnepi könyvhéte az Atlantic Press kiadásában. Ez a neve ellenére egy magyar kiadó. Éjszaka próbáltam elolvasni, és a Zentust gondoltam, hogy fölhívom és megkérdezem tőle, hogy ne kelljen az egész könyvet elolvasnom, hogy Zentus, ez tényleg így volt? Aztán mondtam, hagy aludjon. Nem így volt. Kérem szépen, ha már szabad idéznem, akkor a könyvnek az első mottója úgy szól, hogy nem. Igen, ebben a regényben fiktív és valós személyek egyaránt szerepelnek, ezért ha olvasás közben valaki magára ismer, az egyáltalán nem a véletlen műve. És még ehhez a második motto, ami egy Boris Vian szerző Tajtékos napok című könyvéből van, azt mondja, a történet teljes egészében igaz, mivel az elejétől végéig én találtam ki. Tehát igaz. Kiknek ajánlja ezt a könyvet? Krimi szeretőknek, vagy olyannak, akik szeretik fölismerni azt, hogy milyen épületről van szó, ismerős neveket olvasni? Én azt hiszem, hogy ezeknek is, és azoknak is, annak, aki szeret szórakozni, remélem, hogy lehet nevetni a könyvön elég sokat. Tehát én próbáltam szórakoztató lenni. Igen, tehát mondjuk nem egy Agatha Christie, de hát ki szereti Agatha Christie-t? Amellett. De van egy olyan vonal is benne, a feleségésbe segített, mint rendőr? Bizonyos értelemben igen, de még inkább besegített olyan értelemben, mondjuk egy nő, este elmegy a Margit szigetre egy meghívásra vacsorázni, mit vesz föl? Ezt én nem tudom, ezt a feleségem. Nem járt meg. Fogadások, nem látta, hogy a nők mit vesznek föl. Egy férfi nem figyeli ezt meg igazán. Mondjam azt, hogy mit néz egy nő, nem a nyakláncát? Hát nem. Na ugye, erről van szó. Habár az is fontos, mert attól függ, hogy milyen küldetésből megy oda az ember. Mind dolgozik most, azon kívül, hogy a 168 órának időnként cikket ír. Pihenek végre, elolvasom azokat a könyveket, amik a éjjeli szekrényemen tornyosulnak.
hozzájutok, hogy elfáradt? Nem mondanám, nem, csak mondjuk van több időm, egyszerűen erről van. Van elég türelme az unokákhoz? Remélem, hogy van, de minden esetre nem annyi, amennyi a gyerekeimhez volt. Az unokák mit gondolnak a csodabogár nagyapjukról? Ezt tőlük kellene megkérdezni. Ők tudják, hogy ön ki volt? Hisz azt mondtuk az előbb, hogy ez egy brand kulcsárnak lenni. Kérem szépen. Kulcsár, aki föltűnik a képernyőn, aki érdekesen beszéli a magyar nyelvet. Miért érdekesen? A hangot meg lehetett ismerni. Jó. Tehát nem. No, abban nem vagyok biztos, hogy a unokáim azt el tudnák mondani, hogy hol voltam tudósító és mit csináltam, de mondjuk van nekem egy olyan könyvem, ami a saját gyerekkoromról szól, amire azt hittem, hogy gyerekkönyv is és felnőtt könyv is, az a címe, hogy Mitya. Na, ezt például az unokáim olvassák. Erről szeretnék én még búcsúzóval beszélni, az ön gyerekkoráról. Igen. Milyen is volt az ön gyerekkora? Kérem szépen, Lipótvárosban éltek a szüleim, miután elváltak édesanyámmal, még mindig ott laktunk, csak kicsit néhány házzal odébb. Ott jártam iskolába, ott jártam templomba, onnan voltak a barátaim. Akkoriban templomba is járt? Kötelező volt mindenkinek, ugye a hittannál elvárták. Én református voltam, miután a most megboldogult atyámat leleplezem, születésem előtt mind a két szülőm kikeresztelkedett. Azt tudja, hogy a halahá szerint ilyen nincs. Az nem fog. Így a halahá szerint nem, de én akkor is református hittanra jártam. Sőt, amikor a nyilasok jöttek és elvitték a zsidókat, a frissen kikeresztelkedettek sem igazán menekültek meg. Igen, noha ő nekik nem voltak ilyen szempontjék, mint amit az imént említett, ez így igaz. Én akkor részben a saját papírjaimban, részben egy hamis papírom volt, egy Levente igazolványom, megtekinthető a Vadász utcában van egy... Vámos úr üvegház. A üvegház múzeumban üveg alatt. És erre rá van bélyegezve a Levente igazolomára, hogy négy nagyszülőig bezárólag keresztény. És a saját születési bizonyítványomban benne van, hogy Kulcsár István református, apja Kulcsár István református, anyja Fazekas Anna református. Kedves nézőim, közel egy órát töltöttünk el Kulcsár Istvánnal, akinek papírja is van arról, hogy ő református. Ő egy rendes magyar ember, aki bejárta nekünk a világot, tudósított a világ zegzugából mindenhonnét. A Szovjetunió legkisebb és legnagyobb városaiból, de ezt tette az Amerikai Egyesült Államokból, olyan helyekre is eljutott, ahol egy amerikai soha nem jut el. Írt sok-sok könyvet, van sok-sok unokája. Tudják, nálunk zsidóknál nem számolják, hogy hány gyerekünk van, hány unokánk. Azt mondjuk, hogy az örökkévaló segítségével sok. Én bízom abban, hogy az örökké való segítségével és a heti tévé segítségével most megismertek egy érdekes embert, egy olyan magyar embert, aki mindent megtett azért, hogy önöknek a világ az otthonukban legyen. Ezt követjük mi is. Ezzel véget ért mai 7 órás vendégcímű műsorunk. Velem legközelebb holnap reggel a Pirkadatban találkoznak. Tudják, abban a politikai magazin műsor van, amit muszáj megnézni, hogy tudják, hogy mi történik itthon és a nagyvilágban. Most jönnek a híradók, a nemzetközi híradó, azt is nézzék meg, hisz egy nemzetközi híradóból, amit elmondunk, minden este héberül, angolul és németül, aztán a hétvégén hozzáteszük a franciát és a kínait 5 nyelven, még a végén meg is lehet valamelyik nyelvet tanulni. Mi a világot az otthonukba hozzuk, tudják objektíven, hisz az 5777 éves múlt a biztosíték arra, hogy mi még objektívek tudunk lenni, és az időjárástól is függetlenek. Ennek reményében a legjobbakat kívánom önöknek, és ne felejtsék, a nap 24 órájában várjuk önöket a viszontlátásra. Köszönöm, hogy itt voltam. Köszönöm szépen.